Mi készül Somorján? Somorjai lóversenypályán lesz egy fesztivál, Vanfest néven, augusztus 27-től 30-áig, 27-e lenne a nulladik nap, a bemutatkozó, fölhozó nap, és utána három napon keresztül folyna a zene, a mulatság, szórakozás, kikapcsolódás, kinek mi tetszik. Úgy gondolom, hogy lokális fesztiválokra igazából az emberek már annyira nem kíváncsiak. Tehát kimennek, buliznak mi egymást, de szükségünk van már mindannyiunknak egy olyan rendezvényre, ahol megtalálunk mindent, tehát egy komplex szórakozástól, a kultúrától, a zenétől kezdve mindenfélét. Kik jönnek erre a fesztiválra? Kik jeleztek vissza a zenekarok közül? Hát nagyjából már az összes zenekarral le vagyunk szerződve, kezdve a nemzetközi bandáktól, a Freestyle és Asian The Foundation, Paradise Lost, azon kívül a magyar zenekari felhozatallal, szinte már majdnem mindenkivel le vagyunk szerződve. Tehát kik a magyar fellépők? Magyar fellépők, hát elmondom inkább, hogy mi a felhozatal. Nulladik nap fog fellépni a Freestylers, 11-kor a nagyszínpadon, előtte DJ-k fognak játszani, utána útszintén. Aznap lesz Alvin és Mókusok a Lobby Stage-ban, ez az egy ilyen 800 négyzetméteres bulisátor, amit a lobbyról neveztünk el. Éjfélkor pedig szintén a bulisátorban a KFT fog játszani, ez pedig hát pontosan ilyen nulladik napra illő bulizós, hajnalig tartó akció lesz. További fellépők csütörtökön, tehát az indítónap 28-án fellép az Asian Dog Foundation, a Queen Bee, utána Animazon System, aznap lép fel még a Kaukázus és a Belga is, őket nagyon nehezen sikerült elcsábítani, és augusztus végén szabadságolnak. De mikor meglátták ezt az égbe kiáltó búmot, úgy döntöttek, hogy mégis ide jönnek szabadságolni. Azon kívül a buliszínpadon fellép a Hot Jazzben, Takás Tamás és a Hobó. Utána még lehet, hogy a Soma, ha sikerül elérnünk. A következő napon a fellépők, hát úgy állítottak össze a színpadokat, hogy legyen ilyen metálos vonulat is, Paradise-os, Mantra, Napra, azon kívül a következő nap, tehát az azt jelenti, hogy szombaton lesz ilyen bulizósabb rész a nagy színpadon, ahol az anyukákra, az apukákra, a nagymamákra és a dédmamákra is gondoltuk, ne otthon familiával, amit ugyan mindenki szeret. Tehát ez inkább ilyen lazulós nap lesz, főképpen azért, mert a hónap vége, augusztus vége, nyár vége. Úgyhogy az emberek azért picikét fáradtak lesznek. Aznapi program szombaton a bulisátorban az inkább a fiataloknak szól, valamint a most feltelekvő magyar zenekarok. A zenén kívül milyen egyéb kísérő programok lesznek, kísérő rendezvények? Csomó kulturális, irodalmi sátor, filmsátor. Nagyjából mindent megtalálhatok a zenefesztiválon, ami érdekel titeket. Teljes mértékben támogat minket a város, minden téren megkaptuk a városról maximális támogatást, és nagyon szépen megköszönjük nekik. Semmiben nem akadályozott minket, és hogy hitt bennünk végig, és hogy továbbra is hitt bennünk. Arról van szó, hogy ha az embereket valami módon egy ilyen hirtelen sok éri, akkor akkor jobban fölkapják a fejüket, és nem hiszem, hogy el van késve a fesztivál reklámozása, a plakátok ugyan még csak most jönnek, de interneten keresztül már lehetett hallani erről a fesztiválról, és minél, ha jól el van találva az idő, és nincs túl előre is rakva, vagy túl későn, akkor is lehet csinálni egy nagy hatást azzal, hogy pont ebben az időben kezdjük el földobni a fesztivált. Igen, eddig korábban már szerveztetek hasonló akciókat? Nem ekkorát, de mondjuk van kisebb lokális koncerteket? Van tapasztalatotok? Ez így van, hiszen Tomival már csináltunk tankcsapdát, Beatrice-t, én jó magam is zenéltem, tehát most ez nekem is egy kihívás, hogy a másik oldalról csinálom, tehát nem csak mint zenekar, hanem mint szervező, és tehát tapasztalat valamilyen szinten van, ez nem hiszem, hogy gondot fog jelenteni. Talán megemlítenék egy dolgot, hogy lesz itt Krisna sátor is, ami számomra egy külön öröm ezt megszervezni, hiszen jó magam is fél évi Krisna völgyben éltem Magyarországon, és az ottani barátaimmal közösen ezt a Krisna sátort megszervezzük. Reggeli zenés ébresztések lesznek,
természetesen nem túl korán, hogy a fesztiválozók ki tudják magukat aludni, és lesz ingyen ételosztás is. Mi helyzet a sátorozással? Hol lesz megoldva? Ott. Kb. 10 focipályánk területen lehet majd sátorozni. Zuhanzó, tojtolyok biztosítva lesznek. Gondoltunk, és ingyenes lesz a sátorozás természetesen. Hol és mennyit lehet jegyeket kapni? Minden információ fel van a weboldalon a jegyáról. 16 üzletben, Csallóköz területén, Felvidék területén, és egyébként Somorján a Pantarejben, Szerdahelyen a Fókuszban, de egyébként Magyarországon is meg lehet majd venni a Ticketportálon keresztül. Győrben a Muzikdómban. Győrben a Muzikdómban. A jegyárat az kb. Úgy kalkuláltuk ki, tehát hogy lesz kétféle elővételi ár, az egyik az 690 korona, ami csak én mondhatni így, hogy ilyen bónuszjegy lesz, akár ha nézzük a zenekari felhozatal. Tehát az augusztus 13-áig lesz érvényben, és ez a háromnapos bérlet, és egyedül és csak is egyedül ezzel az jeggyel lehet belépni 8. napra is ingyen. A következő elővételi ár az augusztus 11-től augusztus 26-áig 890 korona, helyszínen 990. A napi jegy az 350 korona, elnézést, 0. napra belépő 350 korona, a napi jegy pedig 450 korona.